Üdvözöllek benneteket, dr. Ecsámbő Atisz vagyok, házi orvos, Kavan megyében élek. Az elmúlt hetekben a COVID-19 terjedése felgyorsult Írországban, ezért a kormány úgy döntött, hogy szigorít a korlátozásokon. Jelenleg az ötödik szinten vagyunk a legmagasabb szintű korlátozásokkal. Az orvosok nagyon aggódnak, mind a vírus terjedésének sebessége, és mind a vírus új törzsének feltűnése miatt, amely Nagy-Britanniában jelent meg. A ma megfertőződött emberek egy részének mintegy két hét múlva kórházi kezelésre lehet szüksége. Ha egy időben túl sok a beteg, a kórházak ezzel nehezen tudnak megbirkózni. A legtöbb ember egy-két hét alatt felépül a COVID-19-ből, de így is sok fiatal, amúgy egészséges ember még hetekig vagy hónapokig is gyengének, betegnek érzi magát a fertőzés után. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését minden korosztályban, együtt kell működnünk. A COVID-19 akkor terjed a legkönnyebben, ha az emberek zárt térben együtt tartózkodnak. December 27 és 31 között mindenki csak egyetlen másik háztartás tagjait fogadhatja vendégként. Január 1-től senkit nem szabad meglátogatni, és másokat sem szabad vendégül látni. Aki egyedül él, vagy valamilyen másokból támogatásra van szüksége, találkozhat egy másik háztartás lakóival. Lehetőleg mindenkinek otthonról kell dolgoznia, maradjon saját megyéjében, ha csak nem lényeges okból kell utaznia, munkára vagy orvosi vizsgálatra. Az üzletek nyitva vannak, de a kávézók, éttermek és fafodrászok zárva lesznek. Fontos, hogy ha bárki rosszul érzi magát, nem mehet dolgozni vagy iskolába. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Hívjátok fel a GP-t, aki a háziorvosnak felel meg, ha a következő tünetek közül akár csak egy is jelentkezik. Bármilyen típusú köhögés, láz, légzési nehézítettség, vagy szaglás és az ízérzékelés változása, elvesztése. Még akkor is, ha a tüneteitek enyhék, tesztet kell végeztetni, hogy megbizonyosodhassunk arról, ne adjátok át a vírust másoknak, akiket esetleg komolyabban megvisel a fertőzés. Mind a telefonhívás, mind a vírusteszt ingyenes. Ha egy orvos azt mondja, hogy otthon kell maradni a munkából, akkor általában a kormány által biztosított heti 350 euróra lesztek jogosultak. Amennyiben el kell hagynotok otthonotokat, munka, nélkülözhetetlen bevásárlás, vagy testmozgás céljából, kérlek, ne felejtsétek el tartani a 2 méteres távolságot másoktól, viseljetek arcmaszkot, minden beltéri és zsúfolt kültéri helyeken, gyakran mossatok kezet, és ne érintsétek meg az arcotokat. Ez nagyon fontos. Új vírustörzset találtak Nagy-Britanniában, ami képes gyorsabb terjedésre. Bárki, aki december 8-a óta Angliából, Skóciából vagy Walesből érkezett az ír köztársaságba, érkezésének napjától számított 14 teljes napig önkéntes karanténba kell vonulnia. Ez azt jelenti, hogy végig a saját szobájában kell tartózkodnia. Ez alól nincs kivétel. Az érkezés után 5 nappal ingyenes tesztet kell kapniuk a háziorvoson vagy az ügyeleti háziorvosi ellátáson keresztül, még akkor is, ha már voltak privát tesztjeik. Ha ti vagy ismerősötök egy másik országból érkezett az ír köztársaságba, be kell tartania az ír kormány irányelveit, amelyek az ír kormány honlapján találhatóak. Ez az írországi és az Európa szerte zajló járvány kritikus szakasza. Ne kockáztassatok, kövessétek az útmutatásokat, és kérlek benneteket, vigyázzatok mindenkire, különösen a legsebezhetőbbekre, azáltal, hogy felelősségteljes viselkedést tanúsítottok. Együtt 2021-ben kordában tudjuk tartani a COVID-19-et, és szebb jövő felé tekintünk. Kérjük, osszátok meg ezt az üzenetet más írországi magyarokkal. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!